Sziasztok, drága barátaim! Mikóci Ferenc vagyok. Mi érdekes, hogy 2018, 8. hó 18-án egy csodálatos emberrel volt találkozásom. Általam nagyon elismert, és talán az egyik legnagyobb magyar spirituális tanító, Gunagriha, akivel volt szerencsém négy szem közt egy mély eszmecserére. Nem csak a kínai horoszkóp szerint a 4-8-asnak vagy a 3-8-asnak is nagy jelentősége van, de az én életemben is. Ugyanis a születési dátumom szerint és a kínai csillagjegy szerint 4-8-asba születtem én is. Valahol mindig ezek a nyolcas számok úgy visszaköszönnek nekem. De egy mély beszélgetés kapcsán sok mindent el lehetne mondani, de én két gondolatot szeretnék most veletek megosztani, amit úgy érzem, hogy hasznos lehet számotokra. Ez sőt, talán a fiatalokhoz szól, amit Gunagrihától kérdeztem, hogy mivel fiatalokkal foglalkozok, a felnövekvő generációt segítem az életmódtáborainkban, különböző programjainkon, hogy mi az, amit így átadhatnák nekik. Gunagriha csak annyit mondott, hogy taníts meg nekik azt, hogy neki felé éljenek hanem befelé. Lehet, hogy ma még nem érted ennek a jelentőségét, hogy ezek mögött, a gondolatok mögött milyen nagy, mély értékek vannak, mert annyira elcsépelt ma a világhálón a sok zűrzavarban a szöveg, hogy sokszor elveszünk. Nem hagyjuk meg azt, amit meg kellene hallanunk. Kívülről befelé élünk, nem pedig belülről kifelé. Ha milyen belegondolsz, és elindultál már az átalakulásodon, akkor biztosan tapasztaltad, ahogy bent, úgy kint. Tehát nem történhet meg a külső világodba az, hogyha belül nagyon jól érzed magad, és összhangba vagy harmóniába vagy, és minden hepés tökéletes. És a külső térben vihar van. Miért is? Mert ahogy belül, az a külsőnek a tükörképe. Én a gyerekeket főleg arra tanítom, hogy kezdjék azzal, hogy legyenek őszinték. Először is önmagukhoz, majd a környezetükhöz. Ez egy nagyon mély lépés, nagyon nagy lépés. Sokaknak, nehéz ezt megtenni, de ahogy tapasztaljuk táborainkban, egyre jobban nyitnak a fiatalok ebbe az irányba. Most pedig lesz egy következő lépés, amit Gunagrihától tanultam, hogy megtanítani őket, hogy figyeljenek jobban befelé. Kezdjenek a szívükben élni. Kezdjenek visszacsatlakozni a forráshoz. Oda, ahonnan mindig is származtak. Erre majd ki fogunk dolgozni különböző tanításokat, nagy kihívás lesz, de szeressük a kihívásokat, amivel ezt át fogjuk adni. A második gondolat talán nekem szólt. És mi érdekes volt az, mikor elindult a beszélgetésünk Gunagrihával hogy arra kért, hogy felejátszassa a hangfelvételt. Mondtam, nagyon szívesen. Mert azt látja, hogy már nem messzilőr indulunk, hanem a lényegre törtem. Úgy, ahogy sokszor a barátaim is cikiznek, ferikém csak a lényeget. Úgy érzem, hogy a lényegnek, mindig belülről kell jönnie. De nagyon sokszor nagy körítést adunk dolgoknak. És mire odatérünk, elfáradunk. Egy csodás kávézója van Gunagrihának, Veselényi út négy szám alatt, ahol a kis kávé aromák mellett egy kis zugban meghúzódva, egy hihetetlen őszinte beszélgetést tudtunk lebonyolítani. Gunnagriában éreztem azt, hogy mikor feltettem neki azt a mély kérdést, amiért valójában én oda is mentem, mintha nem ő válaszolt volna. Mintha ő csak egy közvetítő lett volna. A kérdésem az volt, hogy mikor leszek kész, mert úgy érzem, még valami hiányzik. Erre Gunagriha, kiszünetet várva, gondolom egy magasabb intelligenciából hozott válaszsal, annyit mondott, hogy majd ha meg leszel elégedve. Majd ha elégedett leszel azzal, ami van. Mert nagyon sokszor elégedetlenek vagyunk. Miért is? Mert mindig valahol máshol akarunk lenni. Majd, ha meg lesz az autó, a ház, majd, ha itt leszek, ott leszek, majd, ha elérem, leérettségizek, stb. Akkor majd elégedett leszek és menet közben nem élvezzük az utat. Mert mindig valahol máshol akarunk lenni. Soha nem jó a jelen pillanat. Soha nem jó az, ami most van. Nem akarjuk elfogadni. Egyre többet élem én is a jelenemet, de vannak olyan pillanatok, mikor a állati ösztön megszólal. Mikor nem hagynak békén belül azok a gondolatok, és kitör, felszínre tör. Még mindig a háttérben az egot irányít, ha ezt tapasztalod. Az ego az nem te vagy. Te magad vagy a szeretet. Te magad vagy a mindenség. Amíg nem költözöl vissza a szívedbe, amíg mindig a fejedbe fogsz élni, és pörgeted azokat a gondolatokat, amiket eddig magadba szívtál, és azokból táplálkozol, Addig soha nem fogod megtapasztalni, mi az a belső béke, belső harmónia. Lehet, hogy egy pici pillanatig, még valahonnan kívülről kasz valami impulzust, elégedett leszel, de az nem ugyanaz. A igazi elégedettség, úgy, ahogy megtapasztaltam Gunagrihánál, mikor egyszerűen kitágulsz. Mikor egyszerűen veled együtt a tér is tágul. Egyszerre nagyobb vagy. Nem csak benne vagy az anyagba, a testbe, hanem sokkal több vagy. Sokkal nagyobb vagy. Sokkal hatalmasabb vagy. Ma, mikor edzettem a futópadon, azt tapasztaltam, hogy mikor ezt a blogvideót fel fogom mondani, milyen gondolatokat akarok majd nektek átadni. És abba a szent pillanatba elöntött a forróság. Az a forróság a szeretetből jött. Miért is? Mert adni akarsz. Azt szeretnéd, hogy a mások is tapasztalják meg azt, amit te átéltél. Lehet, hogy sokan hülyének fognak tartani, meg nem normálisnak, de inkább legyél picit nem normális, meg fura, de boldog! Hogy ne legyen szükséged semmire kívül, hogy az a belső békét meglegyem. Hogy az a belső harmódián ott legyen. Így utólag is köszönöm Gunagrihának a tanításait, folyamatosan követem videóit, hanganyagait. Nagyon-nagyon nagy mesternek tartom, és talán még egy apró gondolat azoknak, akik nem találták meg a helyes utat, vagy akik még mindig keresők, mindig azt hallom, hogy menj le a mesterednek a mélyéig. De nem tapasztaltam olyant, akár az üzleti területen, akár a spirituális területen. Nagyon kevesen vannak azok, akik megfogadták a mesterének a igazi magját, a tudását, és lemennek a mesternek a magjáig. A Gunagriha ezt tette. És pont azért tudott ilyen exponenciálisan gyorsan fejlődni, egyre közelebb került saját ényéhez, a isteni mi voltjához, a önvalójához, a legbelsőjéhez, a forráshoz, mert mindent elfogadott azt, amit a gurú tanított neki. Mi meg mit csinálunk? Szállunk egyik viráglól a másikra. Mind a kisméhek. Itt meghallgatunk valakit, majd megyünk egy üzleti mentorhoz, majd oda, majd oda, majd oda, mindenhonnan csak a felszínt kapargassuk. De Isten igazít, amit ő megtapasztalt, addig nem akarunk, mert türelmetlenek vagyunk. Azonnal ott akarunk lenni. Én nagyon sok tanítót, nagyon sok coach, mestert tisztelek. Magyarországon is, itt felvidéken is. De nagyon kevesen élik azt, amit Gonagriha tanít. Beszélnek róla, hozott amerikai könyvekből különböző oktatásokból, konferenciákból, hanganyagokból merítnek. De az ember, aki nem csak beszél róla, hanem éli a jelenét, és látod a szemeink keresztül az Isteni mi voltját, hogy látod azt, hogy maga a szeretet. Oda nem kellnek szavak. Nem kell szöveg, mert ő éli a jelenét. Ne csüggedj el, mi mindannyian az úton vagyunk, és hogyha csak egy picit is teszünk, minden áldott nap azért, hogy jobbak legyünk, Többek legyünk, előbbre tartsunk, akkor előbb vagy utóbb ezek a szálak összeérnek. Talán ennyi volt a mai tanításom, jobban Boba gondolat, amit szerettem volna veletek megosztani. ismét előbre kerültem, ismét egy lépésre előbbre vagyok önmagamhoz. Köszönöm, Gunagriha. Hogyha tetszett a kis blogvideónk, kérlek küldjétek tovább, lehet valakinek egy felismerés, neked csak egy kattintás akár valakinek egy gondolat belőle is előbbre tudja vinni az életét. Egy hét múlva ugyanitt egy érdekes tanítást hozok majd nektek, addig is kérem türelmeteket. Namaste!